Azt mondta, hogy teljességgel elképzelhetetlennek tartja Magyarországon az alapjövedelem bevezetését. Ő ezt egy modern és ravasz támadásnak ítélte. És ravasz támadásnak ítélte a munkaalapú társadalom ellen, amit ő meghirdetett még 2 évvel ezelőtt Tusnádfürdőn. De azt is mondta a miniszterelnök úr, nem csak ez volt a kifogása, hogy ez egy modern és ravasz támadás, hanem hogy Magyarország etnikai viszonyai nem megfelelőek egy ilyen alapjövedelem bevezetéséhez. Hogy jön az alapjövedelem koncepcióhoz, vagy lehetséges elképzeléséhez a Magyarország etnikai viszonya, vagy ez mi a reláció a kettő között? Ha Ildikó a miniszterelnök úr február 28-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában elmondott beszédére gondolt, akkor külön kinyomtattam magamnak a írott szöveget, szó szerinti szöveget készülőn. És... itt van. Igen. Tehát kifotóztam. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem etnikai homogenitásról beszélt a miniszterelnök. A miniszter, én sem etnikai homogenitást mondtam, azt a kérdésében ezt a szót használtam, hogy most Magyarországnak az etnikai viszonyai is bonyolultak. Igen, de ugye először is nagyon fontosnak tartom, hogy a kulturális homogenitást meg kell őrizni, ezt mondta a miniszter. Tehát önök azt állítják, hogy az etnikai jelző az is hangzott el. Itt van leírva, a mondat. Egy leírás. Ildikó, itt van előttünk leírva a mondat. Azt, hogy a szövegben később szerepel az etnikai kifejezés. Ha megengedik a parancsolódó urat, szeretnék válaszolni, hogy megkísértem azt, mielőtt a... Döntsék el, akkor hogy kiválasztjuk. A textus az mindig nagyon fontos, mint ezt tudjuk. Ezért a szövegértelmezés egy fontos dolog. Először is azzal kezdeném, hogy a beszéd arra vonatkozott, hogy Magyarországot hogyan lehetne felértékelni a körülöttünk lévő világ szempontjából. Mitől értékes Magyarország? A munkaalapú társadalomtól, a jó minőségű munkaerőtől és a társadalom összetételéből. A beszéd teljesen világosan arról szólt, hogy Magyarországon ne legyen betelepítés, és a párhuzamos társadalom vagy a párhuzamos kultúra ne tudjon kialakulni. A beszéd egyértelmű szerintem, ha valaki elolvassa, hogy a célja arra vonatkozott, hogy Magyarország azt a fajta homogenitását, amely jelen pillanatban fönnáll, hogy Magyarországra az elmúlt 10 évben nem történt betelepítés, nem volt jelentős számú bevándorlás, ezt képes legyen megőrizni. Nem másra vonatkozott a beszéd, mert úgy gondoljuk, hogy ez az helyzet, ami maga Magyarországon, ez fölértékeli az országon. Azok az országok valószínűleg kevésbé versenyképesek lesznek a jövőben, ahol egy párhuzamos társadalom, egy párhuzamos világ alakult ki, és az elmúlt években betelepítés vagy befogadás történt. Nekünk nem célunk a bevándorlás, nem akarunk bevándorlást szervezni Magyarországra, nem akarunk betelepíteni idegeneket Magyarországra, és meg akarjuk őrizni a kulturális és etnikai homogenitásunkat, és nem akarunk párhuzamos társadalmat közepette élni. Ha valaki elmegy egy német városba, ott van egy német valóság, és van az egy ezzel párhuzamos valóság. Erre vonatkozott a miniszterelnök beszéde. Én ezekről a kérdésekről beszéltem vele a beszéd előtt is, és azóta is, mert meg tudom erősíteni, nem csak az elmondottakat, hanem a mondatok mögött elő szándékot is. A mi megítélésünk szerint Magyarország úgy és azért lesz értékes a következő időszakban, hogyha ezeket a nemzeti adottságokat képes lesz megőrizni. Semmiféle érdekünk nem fűződik ahhoz, sőt az a kormány álláspontja, hogy az ország erősebben gyöngébb lesz, hogyha ide más kultúrákból, más nyelvi környezetből, más identitásból származókat be fognak telepíteni, vagy engedjük az ő bevándorlásokat. Ez nem erősíteni fogja az országokat, hanem gyöngíteni fogja az országokat. Ez a mi álláspontunk. Tehát ez volt az ön gondolatmenete. Itt viszont, ha én jól látom a szövegkörnyezetet nézve, akkor valóban szerepel ilyen szóösszetétel, hogy gazdag arab országok, de olyan vonatkozásban, hogy miniszterelnök úr arról beszél, hogy akik nem dolgoznak, vagy nem teljesítenek a munkavilágában, azok ne kapjanak segélyt, és ő mint valami szinonimát használja az alapjövedelmet a segély vonatkozásában, és azért a szövegkörnyezetből, ha arról beszél, hogy Magyarországon ugye már véget ért az a korszak, hogy segély az ő megítélése szerint, hogy segélyekből éljenek emberek ahelyett, hogy dolgoznak, vagy valamilyen teljesítményt produkálnak, tehát akkor azt állítja a miniszter úr, hogy téves az a konklúzió, vagy azok az elemzések, miszerint itt az etnikai viszonyokat azért nem lehetett, mert a romákra gondolt volna miniszterelnök úr. Nem elmondott a miniszterelnök úr, és mondja, hogy olyan
érdemes elolvasni, mert a Rédikó, ha végigolvasni ezt a húsort, ami erre vonatkozik, akkor világosan kiderül, hogy fontosnak tartjuk a kulturális egyszínűséget is, ami persze úgy értendő megint, hogy egy sávon belüli sokszínűségről beszélünk. És az egy sávon belüli sokszínűségben a megelőző mondatokban hivatkozik arra, hogy hányféle népcsoport él ebben az országban, bunyavált sváb, stb. Stb. Szó nincs arról, hogy a beszédnek egyetlen sorra és a romák ellen irányult van, amit pedig ön kérdez alapjövedelemmel kapcsolatban. Fidesz, ez egy jobboldali konzervatív párt és antikommunista párt megalkulása óta. Mi nem szeretnénk, hogy a Magyarországon vagy Európában újra kommunizmus lenne. Mit ígértek a kommunizmusban? Nem kell dolgozni, és lesz fizetésednek, lesz pénzedek, és minden ingyen lesz. Ez volt a kommunizmus legfontosabb ígérete. Mit ígér most a nemzetközi baloldal? Nem kell dolgozni, és minden szép lesz. Nyilván alapjáról nem a kommunista országokban vetik fel az alapjövedelem. De kit ígérik? A jobboldali konzervatív munkaalapú társadalomban teljesít minden elkötelezett politikusok? Nem. A baloldal ígéri ezt, azzal kampányolva, hogy elhitesse az emberekkel, hogy munka nélkül lehet boldogulni. A mi meggyőződésünk, hogy a világban munkával, szorgalommal, teljesítménnyel lehet elérni eredményt. Ez elképzelhetetlen, és ha engem választóim még megválasztanak a következő évben, vagy az azt követő években, mindvégig azért fogok harcolni, hogy a jövedelem, a megélhetés, az munkához kötődjön. Ez egy elvi kérdés. A baloldal nem így gondolja, úgy gondolja, hogy az embereknek akkor is jár, hogyha nem dolgoznak érte. De Magyarországon azt gondolom, hogy aki szociális segélyre szorul, de munkaképes, annak is dolgoznia kell azok érdekében, és azok javára, akik egyébként, annak a közösségnek a javára és annak a közösségnek az érdekében, akik kifizetik a szociális segélyét. Ez a magyar kormány álláspontja. És ezt nagyon helyesnek tartom, és elolvasom az alapkormány, feketén-fehéren benne van, hogy mindenkinek kötelessége, képessége szerint saját magáról gondoskodnia, és nem az van benne, hogy joga van a szociális segélyre vagy alapjövedelemre. Munka nélkül nem lesz alapjövedelem, munka nélkül nem lesz szociális segély, amíg mi a választópolgároknak megkapjuk a bizalmat. Azt pedig régi duma, az pedig nagyon régi duma, hogy itt jön a kommunizmus, és a kommunizmusban nem kell dolgozni. Emlékszem, gyerekkoromban megkérdeztem, hogy mi a kommunizmus, azt mondja, hogy a kommunizmus olyan lesz, épp még nem köszöntött be, hogy az ember bemegy a boltba, fizetésekkel leveszi azt az öltönyt, vagy azt a ruhát, amire szüksége van, és minden szép lesz. Munka nélkül, teljesítmény nélkül dolgozni se kell, minden meg lesz. Ugyanerről szól a alapjövedelem gondolata is. El akarják hitetni az emberekkel azt, hogy munka nélkül lehet boldogulni. A leghatározottabb elutasító, mert személy szerint is, és örülök, hogy egy olyan közösségnek vagyok a tagja, aki hasonlóképpen nem akarik erre. Vagy ezt a szociális érzékenységről, de a következő kérdés nincs. Hogy munka nélkül adjunk valakinek pénzt, vegyünk el valakitől, hogy odaadjuk annak, aki semmit nem csinál. Ezt akarja mondani, hogy legyen olyan ember Európában vagy Magyarországon, aki azért dolgozik, hogy a másik ember munka nélkül pénzt kapjon. Miből lesz a pénz? Legyenek olyan emberek ebben az országban, aki azért dolgozza, azért fizessen adót, hogy a másik hozzá hasonló képességű, hozzá hasonló ember ne kelljen dolgozni, ezt akarják mondani. Én nem velem vitázik, miniszterem. De tett egy megjegyzés, hogy a szociális érzékenység vonatkozásában. Én akkor kérdéseket tegyük fel, jól? Tehát a políniát megerősítés. Nem gondolhatják komolyan, azt nem képzelheti valaki ebben a világban, hogy legyenek emberek, akiknek dolgozni kell azért, hogy másoknak ne kelljen dolgozni, és munkanélkül megéljenek. Nem gondolhatja valaki komolyan, hogy ez lenne egy igazságos, egy szociálisan igazságos érzékeny társadalom. Aki rászoruló, aki nem képes magáról gondoskodni, vagy azért, mert elveszítette a munkahelyét, vagy azért, mert beteg, vagy azért, mert gyerek és gondozásra, felügyeletre, segítségre szorul, a többségnek, kötelessége neki segítenie. Az a kérdés, hogy ezért a segítségért mondhatunk-e valamit, ami elvárható. Van-e elvárhatóság? Én azt gondolom, hogy az az ember, aki segítségre szorul ebben az országban, de egyébként munkaképes, egyébként van olyan képessége, hogy segítsen a közösségnek, az igenis kötelezni kell arra, hogy dolgozzon, és kötelezni kell arra, hogy a többségtől kapott segítségért cserébe a közösség javára valamit érjezzen. Ha ezt az elvet feladjuk, akkor nézze meg, hogy milyen voltak a bűnözési adatok Magyarországon 2010 előtt, és milyen a közmunkavégzettségi adatok. Vajon miért csökkent 47%-kal az elterjedt bűncselekmények aránya? Azért, mert az embereket munkára köteleztük, a segélyért cserébe, és láthatóan képesek is elvégezni ezt a munkát, hiszen beteg embernek nem kellett dolgozni amennyire, kisgyereknek nem kellett dolgozni amennyire, világos a vonal arra vonatkozóan, hogy ki az,
akinek segítünk, és ki az, akinek úgy segítünk, hogy tőle segítve szintén segítséget várunk. Ennyi az egész történet, de összességében az alapjövedelemről kérdez, az elképzelhetetlen dolog, hogy legyenek a világban olyan emberek, akik azért dolgoznak reggeltől estig, hogy másoknak munkanélkül jövedelmet